Szabálytalan parkolás. Két hetes ellenőrző akció indul a tűzoltási felvonulási területeken. Nagy utazás. Meghódították Dubajt a szimfonikusok, négy nagy sikerű koncertet adtak. A Híd pajzsa. Pavlics István nyugalmazott jánosházi plébános kapta a rangos díjat. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Két hetes ellenőrző akciót indít a Szombathelyi Közterületfelügyelet. Holnaptól fokozottan figyelik a tűzoltási felvonulási területeken szabálytalanul parkoló autókat. Egyelőre csak figyelmeztetnek, később azonban már büntetnek is. A sárga csíkokkal felfestett táblával jelzett területen várakozó autók akadályozhatják a tűzoltók munkáját, ami akár emberéletekbe is kerülhet. Személyautó parkol a 14 emeletesnél kijelölt tűzoltási felvonulási területen. Ha most itt kellene letalpalnia a 7 méter széles magasból mentő járműnek, nem lenne hozzá elég hely. Gyakori, hogy autók szabálytalanul várakoznak a sárga csíkokkal és táblával jelzett területen, ezzel pedig akadályozzák a tűzoltók munkáját. Hogyha egy magasból mentő gépjármű érkezik egy személymentésre, akkor sajnos azon a távolságon belül, ahonnan a legmagasabb pontját eléri az épületnek, nem fog tudni megtelepülni, tehát ez egy nagyon komoly problémát okoz ezekben az esetekben a készenléti állománynak. A Bem József utcában lévő 10 emeleteseknél is végig autók parkolnak a tűzoltási felvonulási területen szabálytalanul. Kevés a parkolóhely, de az előírásokat be kell tartani, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. Nem a büntetés a cél, hanem az, hogy tudatosítsák az emberekben, a saját biztonságuk lehet a tét, ha a tűzoltók munkáját akadályozza egy szabálytalanul várakozó kocsi. A következő két hétben fokozottan ellenőrzik a szabálysértőket. Egy fokozott ellenőrzést fogok elrendelni kollégáim részére, ami azt jelenti, hogy a holnapi naptól folyamatosan ellenőrzik a területet. Első körben tekintettel, hogy nálunk a helyszínbírságolás az csak egy eszköz, nem cél, ezért figyelmeztetés jogintézményét fogjuk alkalmazni, illetőleg szankcióját, és abban az esetben, hogyha ez nem került teljesen végleges megoldásra, akkor nyilván a fokozatosság elvén, akkor sajnos helyszínbírság vagy akár szabálysértési eljárást fogunk kezdeményezni. A tűzoltóknak egyébként joguk van az útban lévő autót elszállítatni vagy odébb emelni, ha az akadályozza a mentést. Ám az ezzel járó időveszteség emberéletekbe kerülhet. Életmentésnél a törvény és a jogszabályi háttér adatott ahhoz, hogy ezt a gépjárművet, ha kell, akkor erővel eltávolítsuk a helyszínről, esetleg egy daruval odébb emeljük, együttműködési megállapodással rendelkező társszervekkel elszállítatjuk, csak egy valami, ami nagyon fontos, az időhányados, tehát nem mindegy, hogy kiérkező szer 3 percen belül megtelepül és megkezdi az életmentést, vagy előtte még 1/4 órát egy gépjárműnek az elemelésével eltölt, és utána kezdi meg az életmentést. A várakozni tilos táblánál való parkolás 10 000, a tűzoltási felvonulási területen történő várakozás 15 000 forint helyszíni bírsággal büntethető. 4 napon át koncertezett Dubajban a Savaria szimfonikus zenekar az In Classica International Music Festivalon. A nagy sikerű rendezvényen a szombathelyiek olyan nemzetközileg is elismert művészekkel léptek fel, mint Madaras Gergely karnagy és Robi Lakatos hegedű művész. A Savaria szimfonikus zenekar február 21-e és 24-e között 4 napon át 4 teljesen különböző programmal szórakoztatta a közönséget a dubai Coca-Cola arénában. Csajkovszki, Brahms és Kodály Zoltán művei mellett a kortárs Alexei Shore Well-Tempered Chanson című világzenei elemekkel tarkított darabja is a változatos repertoár része volt. Érezhető volt a közönségen, és egy kicsit laikusak, minden tétel közben tapsoltak, de nagyon élvezték, szóval jó, hogy megmutathattuk nekik ezt az európai zenei kultúrát, és közben a magyar zenei kultúrát is. Szerintem emberpróbáló volt így a zenekar számára is, mint szakmailag. Viszont nagyon sok jó élmények gazdagodtunk, úgy érzem, hogy a 4 koncert a sikeres volt, és hát pozitívan távoztunk Dubajból, úgy érzem. Az 1 hónapig tartó fesztiválon 50 világhírű szólista, 5 szimfonikus zenekar és 15 neves karmester lépett fel meghívásos alapon. A nemzeti minősítésű szombathelyi zenekar frenetikus sikert aratott a 17 000 férőhelyes arénában.
Dubajban létrehoztak egy fesztivált In Classica címen, ahol feltörekvő muzsikusok, világsztárok vegyesen lépnek fel, és ennek a hangversenysorozatnak ez volt most a harmadik alkalma, és miután az elmúlt évben Madaras Gergely volt vezetőkarmesterünk, volt az egyik karmester, így megkérdezték, hogy milyen zenekart ajánl Magyarországról, és hát ő egyértelmű, hogy minket ajánlott, és amikor megkerestek minket, mi meg örömmel vettük a lehetőséget, hogy eljutottunk Dubajba. Tengeren túli turnéra utoljára 1997-ben indult a zenekar, akkor Dél-Koreában jártak. A dubai kalandot követően március 3-án már saját bérletes hangversenyre várják a közönséget a sportházban, Csajkovszkij és Mozart művek lesznek műsoron. Idén 22. alkalommal adták át a Parma Fidei Hit Pajzsa díjat. Az elismerés hazai kitüntetettje 2023-ban a Szombathelyi Egyházmegye papja, János háza nyugalmazott plébánosa, Pavlics István érdemesült esperes kanonok, aki jelenleg Szombathelyen a papi otthonban él. A kitüntetést a Brenner kollégiumban tartott ünnepségen vehette át. Pavlics István Balozsam egyesen született 9 gyermekes családban. Teológiai tanulmányait a Győri Szemináriumban és a Budapesti Akadémián végezte. 1957. február 17-én szentelték pappá Szombathelyen. Az 56-os forradalom idején Budapesten a szeminárium növendékei, közöttük ő is fontos feladatuknak tekintették a szenvedők vigasztalását. Kedves barátom címmel fiktív levelet fogalmaztak meg és küldték szét az országban. Az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés az abban való tevékeny részvétel miatt 1957 és 59 között több mint 7 hónapot töltött börtönben. Én a sokszorosításban részt vettem. Ez bűncselekmény volt. Utána pár nap múlva ad a Marosvai Laci 5 borítékot, azt mondja, légy szíves, ezt add fel, de ne Pesten, menj át Budára, oda a akkor Moszkva tér, ugye most Dél-Kálmán tér, és ott van a nagy posta, ott add fel, ne legyen olyan kirívó, hogy sokat adsz fel, és egy helyrem, és a feladó mind az Istenhegyi út, ami egy ilyen fiktív név volt, a kispapok ezt adták neki, ezt a címet a feladónak. És ez a kettő volt az én bűncselekményem. Szabadulása után 1964-ig betegszállítóként, később villanyszerelőként dolgozott, hivatását csak titokban gyakorolhatta. A Parma Fidei Hit Pajzsa díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Egy anyaország és egy határon túlélő egyházi személy kapja a díjat. Pavlics Istvánt köszöntötte Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes a Hit Pajzsa díj kurátora. Méltatásában Martos Levente Balázs, a központi szeminárium rektora, kinevezett Esztergom budapesti segédpüspök kiemelte, időnként tanúja volt István atya, a példás életű és szorgalmas, mindig jókedvű pap működésének. Csak kései örökösei vagyok azoknak a bátor fiataloknak, akik akkor egész természetesen hitük és emberségük parancsa szerint cselekedtek. Velük együtt büszke vagyok, pedig talán akad, aki azt gondolja, miért nem maradtak csendben, miért nem húzták meg magukat. Soha nem hallottam sem Pavlics kanonok urat, sem mást, abból a mintegy 90 fiatalból, akiket akkor kirúgtak a szemináriumból, hogy megbánták volna, amit tettek. A díjátadó zárásaként Pavlics atya osztotta meg gondolatait a díjról és emlékezett vissza a börtönévekre, valamint arra, hogy szabadulása után folyamatosan figyelték és be akarták szervezni, ám ez sohasem sikerült. Évindítós napszerversennyel várta a sportbarátokat az Aranykorúak Sportegyesület. A páros kártyabajnokságon 20-an vettek részt, már mindannyian nagyon várták a lehetőséget a bizonyításra. A jó hangulatú közösségépítő rendezvény sikerén felbuzdulva, hamarosan tekében is összemérhetik ügyességüket az egyesületi tagok. A pandémiás időszak után végre valamennyi korosztály újra hódolhat keftelésének. Szombathely egyik legrégebbi egyesülete ennek apropóján rendezett évindítós napszerbajnokságot.
Az Aranykorúak Sportegyesületnek közel 50 aktív tagja van, közülük 20-an neveztek a megméretetésre, amelyel egy régi hagyományt élesztettek újra. Pár évvel ezelőtt már rendeztünk ilyen, ugye téli időszakban, amikor kint hát nem lehet még versenyeket, akkor már rendeztünk ilyet, ami szintén jól sikerült, csak közben jött ugye a pandémia, akkor hát ezt nem tudtuk megoldani. A kiváló hangulatú páros versenye nem csak jó lapjárásra volt szükség, hanem megfelelő időzítésre és szerencsére is. A résztvevők magas fokon űzik az egyik legrégebbi kártyajátékot, ez bizonyítja, hogy a dobogok két alsó fokán pont azonosság miatt az egymás elleni eredmény döntött. Az aranyserleget a 8 ponttal rendelkező Károlyné, Wagner, Elvira, Tiborcz, Sándor kettős vehette át. A győztes páros számára a sport és a csapatmunka is egyaránt fontos. Én az Aranykorúak csapatának 15 éve tagja vagyok. Én 40 évig tekéztem, sportoltam, úgyhogy én nekem az életem a sport meg a csapatmunka. Ez az ideológia a fő mozgatórugó az egyesület számára is, amely több szakákban biztosít kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget a tagoknak. Vannak tekézőink, hát az öme, ők a legaktívabbak, hozzáteszem, teniszezők és sakkozók. Hát és amellett ugye mi kijárunk a múzeumfaluba is, ott a Lócsi Parasztházat már több évvel ezelőtt úgymond örökbefogadtuk, kimeszeltük meg. A rendezvények vannak tavasszal a Szent György nap, ősszel a Márton nap, akkor mindig ott vagyunk, gyerekeknek tartunk foglalkozást, felnőtteknek ilyen játékos vetélkedőket. A díjakat Dömötör István és Molnár Árpád, a Nyugdíjas Szövetség elnöke adta át. Az Aranykorúak Sportegyesület főzőversenyek szervezésében is tevékeny részt vállal, tavasztól pedig közös kertgondozásba fognak. A szervezők ígérete szerint hamarosan a Vaosz pályán rendeznek tekeversenyt. Közel 50 súlyemelő vett részt a Haladás VSE és a Magyar Súlyemelő Szövetség közös rendezésű Vasvár megye bajnokságán. Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai taroltak, 30 érmet szereztek és több egyéni csúcsot is megdöntöttek. Elkezdődött az év a Haladás VSE súlyemelői számára. Január óta keményen dolgoztak Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc tanítványai, akik hazai környezetben a Tóth Gézda teremben adhattak számot tudásukról idén először. Az első komolyabb erőpróba a Vas vármegye bajnokság egyben minősítő verseny is volt. Népes mezőn gyűlt össze, mintegy 50 súlyemelő indult az erőpróbán. A bajnokságnak, akár csak az esztendőnek komoly tervekkel vágott neki a szombathelyi szakosztály. Igen, újfent házigazdák vagyunk, hát ezt már megszokhattuk, és nagyon nagy munka van az előkészületben, de hát úgy látom, hogy itt ami már lement verseny, ugye a fiú korcsoport, illetve az összes női korcsoport, én úgy gondolom, hogy mindenki beletette azt az edzés munkát, és látszott ez a versenyeredményeken is, több egyéni csúcs született. Az egyéni csúcsok mellett igazi éremesű hullott a Haladás VSE versenyzőire. Nem kevesebb, mint 30 alkalommal állhattak dobogóra a szombathelyi súlyemelők. A sikereknek köszönhetően joggal reménykedhetnek eredményes esztendőben a sportbarátok. Hosszú sérülés után lépett ismét a súlyemelő rúd mögé Gyűrűs Barbara, aki aranyérmet szerzett a Vasvár megye bajnokságon. A tehetséges versenyző valamennyi erőpróbával az idei Európa-bajnokságra hangol. Erre a versenyre igazából nem szerettünk volna ennyit csinálni, ennyi kilogrammot, de jól éreztem a bemelegítést is, és arra mentünk, ami épp kellett. A Haladás súlyemelői számára a munka nem áll meg, hiszen március 11-én ismét Szavária kupának ad otthont a Tóth Géza terem. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!